Ez egy szakmai nap, négy nagymúltú intézmény összefogásában pedagógusokat és gyerekeket fogunk érzékenyíteni és oktatni olyan gyerekek integrációjáról, ellátásáról, akik vagy valamilyen súlyos balesetben, betegségben hosszú távon kórházi ellátásra szorultak, vagy olyan tartós maradandó sérülésük van, amivel időszakosan vagy akár végleg szegregáló intézmények, oktatási intézményekben folytatták a tanulmányaikat. A fiatalok ki is próbálhatták a megváltozott élethelyzetből adódó nehézségeket. Na és azt mondd meg neki, hogy így a jobb kezed, de... Pont azért, hogy lássák a fiatalok, hogy ők pontosan ugyanúgy gondolkoznak őket, pontosan ugyanaz érdekli, mint őket, attól függetlenül, hogy vagy kerekesszékben ülnek, vagy súlyos diabétesszel küzdenek, és nekik szúrniuk kell magukat, vagy súlyos egészsérültek, és az arcukon, testükön, kezükön, karjukon látszanak azok a hegek, amik gyakorlatilag megnehezítették évekre vagy hónapokra az életüket. A Bethesda gyermekkórházban nagyon erősen felkészülünk az ő egész rehabilitációjukra. Itt a rehabilitáció nálunk egy nagyon összetett rehabilitációt jelent, és a rehabilitáció gyakorlatilag a beérkezés napjától kezdődik. Tehát amikor egy gyerek súlyosan megsérül, és gondoljunk bele, hogy mentővel, helikopterrel érkezik hozzánk, az már mennyire traumatizáló. Akár az a fennforgás, ami körülötte van, amikor beteg lesz, teljesen ismeretlen számára ez a világ. Nem szállhat ki az ágyból, és nem élheti a gyerek életét. Nagyon beszűkül a tudata a szülőnek is, és neki is. Nyilván a szülő nagyon nehezen tudja a gyermekét támogatni, még akkor is, hogyha jelen van, és nagyon ügyesen van a gyermeke mellett. A mi feladatunk, ez egy szomatomentál rehabilitációs csoport, az, hogy a beérkezés napjától felvegyük a kapcsolatot a szülővel, a szülőt támogassuk, hogy támogatni képes legyen a gyermekét, és a gyermeket is támogatjuk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy játszunk vele, ő egy gyerek. Tehát mindenek felett ő egy gyerek. Viszünk fel dobokat, zenélünk, ha a szájával tud dobolni, a szájával fog dobolni. Tehát mi mindig a képességeinek megfelelő eszközt választjuk arra, hogy ő gyerek lehessen. Nagyon sok hangszert használunk, ennek több oka is van, hogy Korzenszki Klára, Farkas Gábor, két zeneterapeuta a teamnek erősen tagja. Ők mindketten abszolút sajátos módon használják a zeneterápiás eszközöket, tehát gyakorlatilag határok nélkül. Tehát az intenzív osztályon mi a hangtálakat a gyerekek esetében arra használjuk, hogy azok a rezgéseket, amiket egy ilyen tál biztosít, azt megélhesse érintésképpen. Ezt is sok esetben a szülő kezébe adjuk, és ő húzza végig a gyerek fölött ezt a tálat a megkongatás után, és effektíve imitáljuk azt, hogy megsimogatjuk. Az összes hangszer terápiáról tudni kell, hogy olyan mély rétegeket érint meg a gyerekek esetében, amiről nem tud beszélni. És egy picit ezeket a nehézségeket, ez a foglalkozás oldja. Nem mondhatjuk azt, hogy ez egy gyógymód, de az, hogy segíti a gyógyulásban őket, azt gondolom, hogy bátran kimondhatjuk. Igen, segíti őket a gyógyulásban.